Az elmúlt 8 év tapasztalatából egyértelműen kiderült számra, hogy fogászati rendelők, rendelő vezetői és tulajdonosai nagyon sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy milyen kockázat leselkedik a rendelőjükre, illetve milyen kockázatok terhelik őket személy szerint. Minden rendelővezetőnek kötelessége, hogy ezekkel tökéletesen tisztában legyen, mert csak akkor tudja kezelni, menedzselni ezeket a kockázati tényezőket. A legnagyobb kockázatélem egy fogászati rendelőben továbbra is a hatósági ellenőrzések jelentik. Bármikor bekopogtathat az ajtónkon a NAV, a munkaügyi hatóság, az ANTS, de még akár a katasztrófavédelem is. Vajon ön és az ön alkalmazottai fel vannak-e arra készülve, hogy ezeket a hatóságokat fogadni tudják, és a rendelkezésükre tudják bocsátani mindazt a feltételrendszert, amit elvárnak. Az október 2-ai workshopunk különleges lesz ebből a szempontból, mert két szakértői vendég, két meghívott vendég fogja még magasabb szintre emelni ezt a workshopot, amely gyakorlati tanácsokat nyújt ahhoz, hogy ön hogyan tudja úgy menedzselni a saját rendelőjét, hogy az minimális kockázatokkal működjön, és hogy nyugodtan tudjon aludni.